A 4-es metró egy kísértetként lengte be sokáig Dembski működését. Nemrég az EU csalás elleni hivatala egy jelentést hozott, adott közre, hogy a több mint 450 milliárdosra dúzott beruházás 60%-a visszaélésekkel érintett. Erre Dembskinek volt egy reakciója, azt mondta, hogy ez egy baromság. Hát kinek van igaz, a Dembskinek vagy az Olafnak? Hát ugye egyrészt, hogyha Dembski azt mondja, hogy az Olaf jelentés egy baromság, akkor gondolom, hogy az ellenzéknek más Olaf jelentések esetében is hasonlóképpen kellene gondolkodni, de ezt tegyük zárójelbe, ez egy kisebb probléma. Én azt gondolom, hogy Dembski Gábornál sajnos, amire már az előbb is utaltam, csak ideológiai összefüggésben, tehát hogy ő egy szubkultúra tagja, itt pedig egy rosszul értelmezett betyárbecsület jellemezte őt a korrupciós tevékenységekkel kapcsolatban. Ha jobban belegondolunk, egyébként 20 évig ott lenni egy helyen, az egyébként egy jól működő és sikeres vezető számára is sok, és egy idő után ez elkopik, ez a történet. De hogyha valaki nem is tehet, tehát nem is volt alkalmas erre a feladatra, mint Dembski Gábor a főváros vezetésére, akkor elképzelhetjük, hogy az utolsó években már tényleg egyszerűen kicsúsztak kezéből a dolgok. Meggyőződésem viszont, hogy nem képzelhetjük el azt józan ésszel, hogy ezekről a korrupciós témákról, a 4-es metró körüli, hogy nem tudott volna, ne látta volna ezeket, szó sincs róla, ezért utalok a betyárbecsületre, egy rosszul értelmezett betyárbecsületre, egész egyszerűen benne maradt ebben a helyzetben. Tarlós István főpolgármesternek volt egy nyilatkozata itt a 4-es metró kapcsán. Ugye ő azt mondta, hogy sokan most Dembski jogi felelősségét firtatják, de szerinte súlyosabb problémáról van szó, mentális problémák állnak fönn Dembskinél. Most tényleg anélkül, hogy kommentálnánk a főpolgármester szavait, nézzünk meg egy jelenetet. Ez 2017. március végén játszódott le a CEU elleni tüntetésen, a CEU melletti tüntetésen. Egy Echo TV síradó részlet következik. A demonstrálók között feltűnt az akkori főpolgármester is. Misszél hozta erre? Uram, én önöknek nem, semmit. Miért olyan nem? Szelek hoztak engem ide, amelyek nem önöket hajtják. A demokrácia védelmében vagyok itt, és Budapest védelmében, mert ez egy budapesti intézmény. Hogyha ezt a jelenetet nézzük, vagy a Nokiás dobozok ügyét, vagy az önmaga ellen tüntető Dembski Gábort, hogy tudta ő azt elérni, hogy négyszer egymás után újra válasszák? Hát ugye itt megint a tragikomédia része bontakozott ki, és ugye ebből a jelenetből is láthattuk, hogy nem csak intézmények vezetésére volt kevéssé alkalmas az ő személyisége, hanem egy komoly politikus így kamerák előtt nem viselkedhet. Még akkor sem, hogyha nagyon nehéz magát visszatartania. Talán ön volt ott, azt láttam a bejátszásból, tehát ez önmagáért beszélt szerintem ez a dolog, és hát azért tudták megválasztani, illetőleg hát először ugye a közgyűlés, utána pedig négyszer újra választották, mert a politikai konstelláció egészen 2010-ig olyan volt, ugye, hogy az MSZP-SZDSZ összefogás az meghatározó volt, Budapest ki volt osztva az SZDSZ-nek, ez most már nincs mit szépíteni, így utólag nem volt az egész rendszerváltás alatt ugye baloldali főpolgármester, mint ahogy köztársasági elnök se volt, zárójelben mondom. Tehát úgy látszik, hogy ezek ilyen felosztott terénumok voltak, felségterületek, és nem a teljesítmény számított, hanem az, hogy kit lehet igazából eladni. Ugye az utolsó előtti választáson már nagyon ráfutott, ahogy ön is mondta, szerkesztő úr Tarlós Dembskire, tehát nem a győztes választáson, hanem az előtti választáson.